Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, a vonalban pedig ezúttal nem más a vendégünk, mint Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista, akit nagy szeretettel köszöntünk, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Köszöntöm a hallgatókat. A mai beszélgetésünk apropója pedig nem más, mint hogy egy igencsak szürreális hírre ébredhettek bizonyos hallgatók, akik esetleg követték ennek az esemény folyamnak a legfrissebb fejleményeit, ugyanis azzal a címlappal jelentek meg cikkek, hogy nem mást, mint az ukráni himnuszt találták meg az amerikai választói adatbázis kódjában. A pontos történet nagyjából úgy zajlik, hogy lecserélték az állami választói regisztrációs adatbázist, nem máshol, mint New Hampshire-ben, és ezzel nem máshoz fordultak, mint egy kis informatikai céghez, viszont nagyon úgy tűnik, egy vizsgálat kimutatta, hogy ezek az informatikusok külső offshore informatikusokat bíztak meg azzal, hogy bizonyos munkákat elvégezzenek, és így történhetett meg az, hogy többek között az ukrán himnusz kódját. Az ukrán himnusz is megtalálták a kódba beágyazva, ezen felül természetesen rengeteg más biztonsági kitettséget is találtak. Ez ugye különösen azért érdekes, mert az elmúlt időszakban folyamatosan közbeszéd tárgya volt az amerikai választásokba vetett bizalom, a választói bizalom kérdése, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy ezt mindenképpen körbe kellene járni. Első kérdésem talán az lenne, hogy te, amikor mondjuk egy ilyen hírt elolvasol, akkor mi fut végig elsőre a fejedben? Semmiképpen nem mondható el, hogy szokványos hírról beszélünk. Hát sok minden végig fut az ember fejében ilyenkor, az egyik az, hogy na ugye, ez az első. Hogy hát azért mégse dörög a haraszt, hanem fújja a szél. Nem véletlenül évek óta. Sokan mondják, én is azt vallom, hogy az amerikai választási rendszer működése legalábbis véleményes, és ezzel most nagyon, nagyon tisztéten fogalmazok, abban a tekintetben, hogy valóban biztosak lehetünk-e benne, hogy adatok úgy biztonságosan és úgy kerülnek el egyrészt be a rendszerbe, aztán a rendszerben feldolgozásra, és végül ki a rendszerből, hogy azok valóban a valós eredményt mutatják. Ezt kevésbé szofisztikáltan, kevésbé diplomatikusan fogalmazva azt is megérdezhetjük, hogy akkor most igaz-e, hogy bebizonyosodott-e, hogy csalás történt a 2020-as amerikai elnökválasztáson. Ettől még nem bizonyosodott be, de legalábbis eddigi gyanúk egyre megalapozottabbnak tűnnek. A másik, ami eszembe jutott, az, hogy ugye én is a Politikón olvastam ezt a cikket, és akkor először az ember egy kicsit elcsodálkodik, hogy ilyen a Politikó ezt megírja, akkor már azért már nagyon kilóghat a lóláb, megint csak finomabban fogalmazva, de kimondom azt is, hogy már a vécédeszka fölé emelkedik a szar ebben az esetben, hogyha már a Politikó, amelyik hát az amerikai demokrata pártól és a demokrata párt mögött álló globalista konglomerátumban nagyon jó viszonyt ápol, hogyha a Politikó is már megírja, hogy hát azért vannak legalábbis kétséges dolgok, vagy biztonsági kockázatok, gyanús ügyek merülnek fel a választási lebonyolító szoftver kapcsán mondjuk, akkor azért már ott tényleg valami komoly dologról lehet tudni. Aztán tovább olvasva a Politikó írását, kicsit ugye a helyére került. Olyan szinten próbálják, tehát valószínűleg a dolog nyilvánosságra került, és már nem lehetett tovább titkolni, elbagatelizálni, stb. És azért ilyenkor meg kell írni. Ugye, ha valamit nem tudsz legyőzni, akkor állja az élére, hát akkor a Politikó megírja. De ha olvassuk tovább a cikket, akkor az egészet próbálják úgy beállítani, hogyha hát egyrészt, hogyha valamilyen ilyen megfoghatatlan, igazából leírhatatlan, körülírhatatlan hiba, szoftver, stb. Igen, kiszervezték, egy kis céget bíztak meg, akik aztán kiszervezték külföldieknek, de hogy igazából a konklúzió a cégnek, vagy amelyre nagyon erősen tereli az olvasó gondolatát, többször felbukkant benne a kulcsszó, hogy orosz, hogy oroszok már a 2016-os választásba is beleszóltak, ami egy Hillary Clinton-féle toposz azóta, most már 8 éve, és már többször hivatalosan is megcáfolták, hogy az oroszok bármilyen módon is beleavatkoztak volna. Igen, voltak ilyen orosz hackerek, akik azt hiszem, hogy talán 3 alkalommal találtak, akik
nem belenyúltak a rendszerbe, hanem mondjuk kamu profilokról posztoltak a Facebookra, kb. Ilyen szint. Magyarul semmi fajta, semmi valós alapja nincs annak, még egy kongresszusi bizottságot hoztak létre ennek a kivizsgálására, és az a bizottság is befejezte a munkáját, az, hogy semmilyen eredmény nem tudott felmutatni. De mégis, még most is ezt tolja a politika, és hogy de hát az oroszok így, meg úgy annak ellenére, hogy most itt világos, hogy egy ukrán szimpatizáns valaki, hacker vagy szoftverfejlesztő belecsempészte az ukrán himnuszt ezzel is. Kicsit véleményt, megmutatva a véleményét, és ezt is a cég próbálja elbagatelizálni, hogy hát ez nem jelent még semmit, hát ez csak egy ukrán szimpatizáns bizonyára. A Ukrajnában, mert nincsen semmi baj, valaki Ukrajnában szimpatizál, hát azért, amikor valaki beleprogramozza egy amerikai egy államnak a választási szoftverébe, akkor azért ott az ember jogosan gyanakszik, hogy hát lehet, hogy valami mást is beprogramozott ebbe a szoftverbe. De próbálják is a kult szó, mivel megszólaltatnak egy Vanessa Lee, vagy Lee nevű szakértőt, aki korábban dolgozott, most nem fejből, hogy melyik állami terv vezetőjének volt ilyen fő tanácsadója, a ilyen választáson felelős állami szernél, és ő is itt nyilatkozik, és akkor azért ott hozzáteszi, hogy hát amióta 2020-ban Trump szövetségesei megkérdőjelezték a választási eredményt, azóta az összeesküvés, azóta minden esetleges hiba az összeesküvés elméleteknek ad újabb táptalajt. Tehát magyarul ezt is rátolják, megpróbálják rátolni Trumpra, hogy ez a Trump és az ő szövetségesek megkérdőjelezték a választási eredményt, összeesküvés elmélet, az összes kulcs szó elhangzik, miközben ott van a füstölgő puskacső, hogy meghekkelték a szoftvert. De hogy nehogy esetleg az derüljön ki, hogy hát akkor lehet, hogy emiatt a hekkelés miatt nyert esetleg Biden. Gyorsan különböző szakértők megszólalnak, akik a független, meg a hűde profi szerepben tetszelegve szépen rátolják az egészet Trumpra. És ezt ugye a mainstream média élén a politikóval ebben nagyon szívesen partner. Elképesztő egyébként ez a porhintés, a gázlángolás, amit csinálnak az olvasókkal, a választókkal, hétköznapi emberekkel szemben, aminek sokan nyilván be is dőlnek sajnos. Ugye úgy fogalmazott egyébként a politikó forrás, hogy ez egy katasztrófa elhárítása volt, utalt itt arra, hogy ha ezt nem veszik észre időben, akkor ez még súlyosabb gondokat is jelenthetett volna. És ezzel párhuzamosan ugye arról is lehetett híreket olvasni, már a mai napon is megjelentek olyan jelentések, ami szerint például Texas volt az az állam, amely eltávolított igencsak meghatározó mennyiségű. Igen. Egy millió nevet távolított el a névjegyzékből Texas, és fel van sorolva részletesen, hogy melyiket miért, hogy van, aki már nem lakik az államban. Nem tudom, nincs előttem ez a lista, de láttam. Nincs, nem tudják, hogy valós személyes, stb. Tehát meg volt, hogy ebből mennyi ember. Tehát Texasban egy millió olyan ember szerepelt a névjegyzékben, akinek nagy valószínűséggel a legtöbbüknek semmilyen keresni valója nem lenne ebben a névjegyzékben, mert vagy nem is léteznek, vagy már meghaltak, vagy nem laknak, hogy stb. Akik helyett lehet, hogy valaki egyébként simán leszavad. És induljunk ki abból, hogy vagy tételezzük fel jóhiszeműen, hogy hát lehetőségek, amikkel senki nem élt vissza, de mégis, hogyha ennyi lehetőség van az eredmény, akár szándékos, akár hibából fakadó megváltoztatására, akkor mennyiben lehet biztosak abban, vagy mennyire bízhatunk abban, hogy valóban a valós eredmény születik. Olyan szinten aláássa a bizalmat, hogy innentől kezdve teljesen komolyan vehetetlen sajnos az amerikai választási rendszer vagy demokrácia, ami azért szomorú, mert egyébként egy nagyon jól felépített és nagyon, nagyon politológiailag is, meg tudományosan is, meg mondjuk ember szimpatizál azzal a választási rendszerrel, amit tényleg nagyon aprólékosan, nagyon, nagyon módszeresen létrehoztak az alapító atyák, és hát azóta is igazából működik, és ebben vetett bizalom semmiben pillanatok alatt
Ez azért nagyon szomorú. Ha már a választói bizalomra rátértünk, akkor ide vonatkozna a következő kérdésem, hogy az ugye köztudott tény, statisztikák szólnak arról, hogy az elmúlt években a választói bizalom az elképesztően csökkenőben van. Ugye egy 2023-as júliusi, ha jól emlékszem, felmérés szerint 22% mindössze a republikánusok közül az, aki bízik a választói rendszerben. Egyébként a demokratáknál ez jóval magasabb, 70%. Viszont azóta semmiképpen sem javult a helyzet, ráadásul ilyen híreket olvasni hónapokkal a választást megelőzően, ugye egyáltalán nem megnyugtató. Van még bármi esély arra, hogy megfelelő javításokat vagy helyreállításokat eszközöljenek magában a választási rendszerben, vagy egyáltalán a bizalmat bármilyen szinten helyreállítsák ebbe, hiszen rendkívül kevés időről beszélünk. A bizalom helyreállítására biztos, hogy nincs idő. Az talán lehet, hogy ennek ezeknek a napvilágra került híreknek köszönhetően az eddiginél sokkal módszeresebben, jobban árgus szemmel fogják figyelni a republikánusok is, és erről olvastam, hogy milyen sok a kétes jelentkezett már szavazatszámlálóra, szavazás szavazóhely ellenőrzése mindenfélére. De azt gondolom, hogy a demokratáknak ezt az óriási előnyét, amit az történt 4 évvel ezelőtt, csak egy gyors mellékmondat, hogy a Covid-ra hivatkozva nem bevezették, mert korábban is létezett a levélszavazás intézménye, de nagyon kevesen éltek vele, hát aki beteg volt, nem tud, mozgásképtelen volt, vagy nem tartózkodott a otthon, hanem valahol éppen külföldön. Ilyesmi, van a különböző lehetőség, hogy levélben szavazzanak, de alapvetően az emberek elmentek a választás napján az urnákhoz szavazni. Tehát ugye a Covid miatt lezárások, stb. Sikerült a demokratáknak rengeteg államban keresztül vinni azt, hogy milliók szavaztak le előzetesen levélben, és a republikánusok egyszerűen elaludtak. Azt gondolták, hogy hát a levél, jó, van ez a levélszavazás, de kevesen fognak ezzel élni, a választás napja a lényeg, és akkor majd ők azért ott nagyon fognak, nagyon résen lesznek. Hát az lett, hogy a választás napján egyébként a republikánus Trump jelentős győzelmet aratott, hogyha csak a választás napján leadott szavazatokat vettük volna figyelembe, de az a nem tudom hány tízmillió levélszavazat, ami korábban beérkezett, azok nagyon nagy mértékben Biden-t erősítették. Hát tudjuk ezeket a sztorikat, hogy reggel a 2-kor lezárták vagy felfüggesztették a számlálást, éppen Trump vezetett, és akkor reggel 5-kor egyszer csak hirtelen Biden 100 ezer szavazattal megelőzte Trumpot. Tehát ugye itt joggal feltételezhetünk, hogy valami óriás csalás történt, de az is lehet, hogy valóban csak bepakolták meg a levélszavazatokat, amik nagyon jelentősen nem demokratikus túlsúlyt mutattak, mert ugye a demokraták úgy kampányoltak, hogy mindenki szavazzon levélben, a republikánusok meg úgy, hogy mindenki szavazzon élőben. Na most a levél szavazatokkal rengeteg módon vissza lehetett élni. Tehát nyilván sokan szavaztak valóban levélben, de sokan szavaztak többször levélben, mert konkrét ismerősök vannak, akik kaptak 5. Viszonylag sokat költöztek az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államokon belül, és mind az 5 lakcímükre kaptak szavazót, értesítést és szavazó cédulát. Tehát ha valaki akart, akkor 5-ször szavazhatott. Ezek csak rengeteg ilyen anomália volt, amikkel véletlenül, vagy jó, akár rossz hiszeműen, de ez tudta torzítani az eredményt. Tehát a levélszavazás az egy Pandora szelencéje. Az a kérdés, és lesz most is, tehát ha már egyszer ez kinyílt, akkor ezt nem lehet becsukni. Az a kérdés, hogy a republikánusok ebben is képesek-e a megfelelő helyeken, nem tudom, hogy hol kell ellenőrizni. Az a kérdés, hogy képesek lesznek-e. De az a helyzet, hogy ez a bizalom aláásás, ez tulajdonképpen senkinek sem jó. Vagyis hát az, hogy napvilágra kerülnek ezek a hírek, ez olyan szempontból segíthet, hogy kevesebb lehetőség lesz a csalásra, és mondjuk esetleg meg tudják akadályozni, és mondjuk Trump nyer, viszont ez abban esetben a Trump nyer, akkor viszont a demokraták jöhetnek azzal, hogy na hát láttuk, hogy már a választások előtt micsoda anomáliákra derült szó, hát biztos, hogy csaltak a republikánusok, és azért nyert a Trump. Tehát bárki nyer, innentől kezdve mindenki okkal vagy ok nélkül, de mondhatja azt, hogy csalás történt. És hogyha ha csalás történt, és ez sikerül a
a szavazókkal, a hívekkel is, hívek számára is, a híveket is meggyőzni erről, akkor ki tudja, hogy az eddigieknél sokkal súlyosabb zavargások, megmozdulások lehetnek. Hát, hogyha a Trump nyer, akkor azért arra készüljünk fel, hogy a George Floyd tüntetések azok kellemes délutáni, te a délután fognak tűnni ahhoz képest, amit végleg fognak vinni Amerika nagyvárosaiban a különböző baloldali aktivisták. És majd erre hivatkozhatnak, hogy csalás volt, hát láttuk, hát a választás előtt már kiderültek ezek a szoftverrel kapcsolatos problémák. Szóval nem egy könnyű helyzet. Igen, és ha már itt tartunk, akkor felmerül az a kérdés, hogy van-e bármilyen más forgatókönyv, azt leszámítva, hogy valami teljesen egyértelmű eredmény születik, amelyben, hogy mondják, az ilyen ide-oda billentő csalási módszerek nem nagyon tudtak volna választani. Ha egy ilyen egyértelmű eredmény születik, ezt a forgatókönyvet leszámítva, van-e olyan más esély, hogy egyik vagy másik fél nyer, akkor nem lesz valamilyen jellegű zavargás, vagy esetleg még rosszabb is a vége. Ugye kérdezem ezt azért, mert például a január 6-ai események utórezgései még egészen mostanáig tartanak olyan szinten, hogy Trump már ugye azt ígérte, hogy azok esetében, akikkel kapcsolatosan börtönbüntetéssel végződő ítélet született, azokat majd fel fogja menteni abban az esetben, hogyha elnöki pozícióba kerül. Viszont a kedélyek, tehát ebből mindenképpen látszik, hogy továbbra sem csillapodtak, még így évek távatában sem, most pedig azért még feszültebb a helyzet. Van bármi lehetőség ezt elkerülni? Nem így. Szerintem bárki nyer, a másik fél, a másik oldal mellett álló tömegek ebben nem fognak bele nyugodni. Ez egy nem túl derülátó végszó volt, de mindenképpen realista. Sem mondanék más, de ez a helyzet, de olyan tovább megyek. Ez mondjuk már nagyon meredek, de az is elképzelhető mondjuk, hogyha a Harris nyer, akkor Texas állam, melyik ugye az első elsődleges, leginkább kitett állam ugye a határkrízisnek és a illegális bevándorlásnak, hát ugye az megtörtént már, hogy a texasi nemzeti gárda, tehát az állami nemzeti gárda, az fölvonult a határon, hogy megállítsa a Texas, elsősorban Texas elárasztó Latin-Amerika felől, Mexikó felől érkező, de nem csak messze, nem csak latin-amerikai, hanem ázsiai is bőven vannak köztük, ezeket az illegális migránsokat. És erre az volt a jelenlegi kormányzat válasza, ahol ugye Kamala Harris alelnök, ráadásul ő volt megbízva a határ kérdésnek, határcár, ez volt az elnevezés, hogy ő neki a feladata és felhatalmazást is kapott rá, hogy a határkrízis, bevándorlás, ezzel járó drogok, ezzel csináljon valamit, tehát semmit nem csinált vele. Az történt, hogy a texasi kormányzó által texasi nemzeti gárda van szemben, a szövetségi nemzeti gárdát oda vezényelték, hogy megakadályozzák, hogy a texasi nemzeti gárda fellépjen a bevándorlókkal szemben, tehát amerikai katona állt amerikai katonával szemben. Ez úgy annyira nem kapott, benne volt a hírekben, de nem lett belőle akkora ügy, mint amekkorának kellene lenni, tehát gyakorlatilag egy protopolgárháborús felállás alakult ki, mert Texasnak érthetően elege van ebből, hogy ott millió, 4 év alatt szerint állítólag valami 10 millió, de sokak szerint a szám valójában többennél illegális bevándorló érkezett, és hát az lehet nagy részük, vagy nem is maradt Texasban, de a határmenti városokra elviseletetlen telnek ró. Texasnak ebből elege van, és ha Harris nyer, akkor azt mondta, hogy még 4 évig ezt mi nem bírjuk ki, ebből elegünk van, de az államoknak van, az alkotmány szerint van arra lehetősége, hogy kilépjenek az Egyesült Államokból, legalábbis belengedheti ezt a fenyegetést Texas, hogyha egy ilyen helyzet állna elő, és Texas mondja, önmagában a világ nagyjából 8. legnagyobb országa lenne, ha önálló lenne, tehát még akár ezek nyilván nem valószínű, de nem teljesen lehetetlen forgatókönyv. Megjegyzem, a másik oldalról Kalifornia lehet az, de ott nem gyakorlatilag inkább ideológiai okokból, hogyha Trump nyer, akkor Kalifornia mondaná azt, hogy
mi nem akarunk részei lenni annak az Egyesült Államoknak, ahol Trump az elnök. Mivel senki nem hozna könnyen egy ilyen döntést. Én Kalifornia esetében inkább mondom ideológiai és indulat, de Texas esetében ez egy óriási gyakorlati probléma, ami esetleg inkább emellett szólna. Úgyhogy sok minden lehet még. Hát úgy tűnik, lesz még miről beszámolni, hogy reméljük a legjobbakat. Nagyon szépen köszönjük, Jeszenszky Zsolt volt a vendégünk.